Itt a csat, Osztia Zoltán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke azt mondja, akik gyűlölködnek, árkotásnak, akik szembejeszkedni akarnak, ők azok, akik ebből világra szóló médiakampányt, hisztériát csinálnak, tudják, a Horthy Mise. Hídvégi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Eddig 186 millió forintot küldtek a Fidesz támogatói a soros terv elleni harchoz. És egy egészen friss adat a Závetsz Research-től, nagyjából ugyanennyien szeretnének kormányváltást, mint hogy maradjon ez a mostani Orbán kormány. Ez a csat, kezdünk! Tisztelettel köszöntöm Önöket! Tegnap kezdődött az új évfolyama a műsornak, és folytatjuk rögtön a második adással másnap. Szokás szerint négy vendég, majdnem, de majd mindjárt meglátják, hogy miért a majdnem. Lássuk, kik a vendégeink. Vágó István, 68 éves szerkesztő, műsorvezető, ma már mondhatom talán azt is, hogy politikus, számos ismert produkcióban az MTV-nél, TV2-nél, RTL Klubnál működött, munkáját rengeteg díjjal is elismerték, 2005-ben pedig megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét, a DK média kabinetjének vezetője. Pesti László, aki szintén régi ismerősünk, 53 éves producer, tanácsadó, itt a műsorban is rendszeres vendégünk, és a 80-as évek óta vesz részt, akkor még a demokratikus ellenzék munkájában, később pedig a Fidesz kampányaiban. A Pesti Fekete Doboz, a Pesti Fekete Doboz alapítója, filmjével háromszor indult és nyerte meg a Kamera Hungária díjat, és 28 éve dolgozik különféle beosztásokban a Fidesz kampányaiban, gondolom most is, de majd elmondja. Gulyás Márton, 30 éves kulturális kurátor, aktivista, éveken át a Krétakör ügyvezetője volt, rendezőként jegyzett produkciói, szerepeltek a Bajor Állami Operáz Fesztiválján, a berlini Biennálén. 2010 után több fontos tüntetést és társadalmi kampányt szervezett, köztük a netadós tüntetéseket is, újabban a Közös Ország Mozgalom egyik alapítója. És akkor a negyedik, egyelőre egy üres szék, mert hogy várjuk Bencsik Gábor újságíró kollégát, aki ugye a jobboldali sajtó egyik prominense, de egyelőre autóban ül és igyekszik ide a stúdió felé. Vágó István kedvéért elmondom, hogy ez az élőadás varázsa, aki ezt nagyon szereti, ezt a mondatot. Egyébként ez a mondat minden televíziós rémálma. Tehát amikor ezt ki kell mondani, az majdnem a vég, tényleg csak a majdnem. Bencsik Gáborra megérkezik, akkor beül közénk. Egy kicsit megelőlegezve itt a Horthy kultuszról szóló beszélgetést idéztem a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökét, aki nem utolsó sorban misét celebrált volna Horthy Miklós emlékére. És nagyon furcsa módon az lett a vége ennek a kommunikációnak, amit először az őt támadók, majd aztán ő maga folytatott, hogy végül ő maradt támadó pozícióban. Ő volt az, aki a végén azt mondta, hogy aki Tiszti. Ezt félre akarja magyarázni, az saját hiszti. Magáról állít ki bizonyítványt. Hiszti? Hát ő mondja. Én szerintem ez a szó szerepel be. De ha már bocsánatot kérek, ha már megszólaltam. Én szerintem sokszor beszélgettetek már erről mi is, természetesen egyéb helyeken. Itt két különböző dologról van szó. Az egyik az az egybeesés, ami a Horthy Mise és a holokauszt emléknap között van. Elhisszük, hogy véletlen egy picit, beesés? De... Várj, ez fontos, mert én ez hitbeli kérdés. Oké, okay, én elhiszem, de aztán mondom. A másikat is mondom. Furcsa lesz, amit majd mondok erre. Tőlem nem várjátok majd ezt a mondatot, de várjuk meg a Pista. És a másik pedig Horthynak az értékelése. Tehát ez két különálló dolog. Azt hiszem, hogy Osztia plébános úr, jól mondom, az elsőre reagál, és azt mondja, hogy hát aki ezen van felháborodva, hogy a két esemény ugyanarra a napra lett kitűzve, az valóban, mint az előbb is mondtam, hiszek abban, hogy ez véletlen, hogy ezt nem tekintették át rendesen, bár ritkán szokták emlegetni, hogy a felszólalók között volt például a Szakály Sándor, a Veritas intézet főigazgatója, akinek kutya kötelessége lett volna felhívni erre az egybeesésre a figyelmet. Mindenki azon volt felháborodva, aki fel volt háborodva. Ő azt keltett ellenézés, hogy Lezsák Sándor beszélt erről, hogy az Osztiék erre a napra írták ki. Ha valakinek eszébe kellett volna, hogy jusson, akkor az éppen Szakály Sándor, aki ugyancsak ott volt a felszólalók listáján. De még egyszer mondom, a fontosabb dolognak tartom a Horthy
emlékezetnek az újjáértékelését, vagy azt a fajta értékelését, amit a háború előtt ez tettek vele. Hadd tegyek csak hozzá, hogy az évek óta van ez az emlékmise, és most, hogy ez nem lett, ugye a református egyház Hegedűs Lóránt által azonnal felzárkozott, és rögtön meghirdette a saját miséjét, szóval, Horthy emlékére. Szemmel láthatólag ez bizonyos köröknek fontos. Igen. Tehát ebben az esetben a kettes számú variáns lép életben nálam, tehát erről lenne érdemes beszélni. Végre történészeknek korrektül ki volt Horthy, mit köszönhetünk neki. De ezt a reformátusokat természetesen, bocsánat a butaságot mondtam, azt mondtam, hogy Mise ott természetesen Isten tisztelet van, szóval és a katolikusoknál van. Várj, de Laci meg akar lepni minket. Azért azt engedjük meg. Ugye ez volt a kérdés, hogy véletlen vagy sem. Ez egy apró adalékot fűznék hozzá. Hogy közelítjük meg jóhiszeműen vagy rosszhiszeműen a dolgot? Abban az esetben, hogy egy kicsit is kritikus éllel közelítjük meg a dolgot, akkor azt kérdezném, hogy Horthy Miklósnak mikor van a születésnapja? Június 18. Februárban van a halálának az évfordulója. Igen, de a születésnapja az június 18. Kérdem én, hogy miért kell februárban emlékmisét tartani, amikor itt júliusban van. Jó estét kívánok. Szervusz Gábor. Megérkezett Bencsik Gábor, egy körrel tartozol ebből a remek ízből mindenkinek. Azt hittem megfutamottál, nem csodálkoztam volna. Nem. Azért örülünk neked, fújt ki magad, látom, futottál hozzá. Néha keresztül húzza a számításokat. No, menjünk tovább, Pesti László. Hát amit én nem értek, az az időpont. Először is. Szögezzük le, én is kérdőjelekkel vagyok teli, hogy miért pont a holokauszt emléknapon kéne Horthy Miklósra megemlékezni. A másik hozzáfűzni valóm az, hogy Horthy Miklós egy rendkívül megosztó személyiség a mai napig, bal oldalon és jobb oldalon egyaránt. Nekem vannak olyan zsidó honfitársaink, barátaim, akik azt mondják, hogy szintén nagyon megosztott Horthy szerepe, hiszen bizonyos szempontból ő szabotálta a holokauszt végrehajtását, és az igazából a zsidó honfitársainknak a tömeges deportálás Auschwitzba és más megsemmisítő és munkatáborokba, az a német hatalom átvételt követően 44 márciusában, márciusától indult meg. Mi például Kamenyec-Podolszk 1941-ben? Nem, az nem a megsemmisítő, az a... De hogyne? Hát hogyne? Pista. Hát a kivégzett voltak éppen megsemmisítés. Ne beszélj már, hol voltak, hol voltak a németek 41-ben? Ha egyszer hagynád, hogy befejezze. Nem bírjuk kivárni. Hát sajnálom, annyira izgalmas vagyok. Tehát azt senki nem vitatja, hogy például a zsidó törvények azok Horthy alatt születtek meg. Ezért mondom, hogy rendkívül összetett a kérdés. Mások azt állítják, hogy a budapesti zsidóság részleges megmaradásában, vagy túlnyomórészti megmaradásában Horthynak jelentős szerepe volt. Ne menjünk bele most ezekbe. Meg az angol csapatoknak. Ne menjünk most bele ezekbe a kérdésekbe. Egy biztos, hogy vitatott személyiség, ami a holokausztot és a magyarországi zsidóság elhurcolását, illetve a Magyarországnak ebben betöltött szerepét illeti. És a Donkanyarról még egy szót sem. És a Donkanyarról még egy szót sem ejtettünk, ahol rengeteg zsidó munkaszolgálatos van. 200 000 magyar kapott. Egy szót sem, amiben fogadta a Horthy rendszer, tehát sok-sok mindenről nem beszélünk most. De most maradjunk a holokausztnál, amelyben az ő szerepe minimum kétséges és vitatott. Abban az esetben azonban, ha valami kétséges és vitatott, én nem tenném erre a napra a Horthy emlékmisét. Mert ha emlékmisét tartanál, ha jól értem, akkor emlékmisét tartanál. Én azt gondolom, hogy szabad országban élünk, és június 18-án, amikor a születésnapja van, pláne a református egyház részéről, hiszen ő nem is katolikus volt. Igen, ezt akartam még felvetni, hogy miért annyira fontos a katolikus egyháznak emlékmisét tartani egy református ember emlékére? Vest fel, nem hát tudok. Most itt vetettem fel most. Szóval, bocsánat, nekem nem tisztem a magyarországi konzervativizmus lelkiismeretét ápolni, de én azt gondolom, hogy most már tényleg ideje lenne, hogyha leakadnának erről a Horthy apologéta megközelítésekről. A Horthy Miklósnak szerencsére a magyar társadalomban különösebb kultusza nincs, szerencsére különösebben jó emléke sincs. Horthy Miklósnak nem csak, hogy ellentmondású személyiségem kifejezetten borzalmas a történelmi rekordja, tehát az ő felelőssége nem kétséges a II. Világháború szerepvállalásunkban, és nem arról beszélünk már, hogy zsidó állampolgárokat semmisítettek meg, vagy nem semmisítettek meg, magyar állampolgárokat. Az magyar állam a saját állampolgáraival szemben genocidiumot követett el, és
felelőssége volt abban, hogy genocidumot követtek el mások magyar állampolgárokat. Tehát elsődlegesen magyar állampolgárok voltak, akiket a saját államuk semmisített meg, és ebben Horthy Miklós szerepe elsődleges. És bocsánat, én csak arról szeretnék beszélni, hogy szerintem ez tényleg nagyon fontos lenne, hogy elsődleges? Abszolút elsődleges, ez nem kérdés. Tehát azt a történelmi, bocsánat. Ez egy történelmi tényleg, bocsánat. A Horthy kapcsán mindig azt szokott lenni ilyen ellenér, hogy hát nem annyira, hanem csak kicsit, de egyébként próbálkozott. Nem, hát a Horthy Miklós leírásai alapján is tudjuk pontosan, hogy meggyőződéses antiszemita ember volt. Persze, hogy más jelentette akkoriban ez a fajta antiszemitizmus, de elsődlegesen ténylegesen azt jelentette, hogy a zsidó származású vagy annak tekintett magyar állampolgárokat másodrendű állampolgároknak tekintette más állampolgárokkal szemben. Ez megengedhetetlen, ez kész, elfogadhatatlan. De a holokauszban betöltött szerepéről is ez a véleménye? Tehát természetesen, hiszen pontosan tudott róla és pontosan hozzájárulását adta ez az egész megsemmisítő folyamathoz. Csak azt szeretném még mondani, bocsánat, befejezésképpen, hogy alapvetően ennek a társadalomnak most nem ezek a legfontosabb kérdései. Tehát a katolikus anyaszentegyháznak nem Horthy Miklósért kéne misét szerveznie, hanem például mondjuk az éhezőkért, a szükséget szenvedőkért, akik mondjuk elég nagy számban vannak ebben az országban, lehet, hogy vannak olyan számban, mint voltak Horthy Miklós kormányzás alatt, ami azért eléggé megdöbbentene, mint hogyha 70 évvel később lennénk, és továbbra is azt látjuk, hogy milliók nélkülöznek napi szinten élelmet, lakhatást, oktatást, egészségügyi ellátást, és arról beszélünk, hogy lehet-e misét tartani Horthy Miklósért, ne tartsuk misét Horthy Miklósért, hanem végre a gyakorló szolidaritás elve alapján kezdjünk már el azzal foglalkozni, hogy ténylegesen egyébként probléma ennek a társadalomnak, a millió kiszolgáltatottságának az enyhítése, hogy azt hogyan lehetne megoldani. Először is a katolikus egyház az nem egy hadsereg. A plébános hozzájárulhat különböző megemlékezésekhez, lelki üdvér mondott misékhez, itt erről van szó. A katolikus teológia bűnösnek is megengedi, a bűnössel kapcsolatban is megengedi lelki üdvéért imádkozzék, aki ennek jónak látja. A dátum valószínűleg egy véletlen, nem figyeltek oda, ezért van az, igen, kitértek belőle, szerencsétlen dátumválasztás volt. Egyébként, igen, lelki üdvért miért ne lehetne misét mondani? Ezt nem mondja a Marci se, hogy nem lehet. Nem biztos, hogy ez a top 10 prioritásban benne van, de akkor kérdezik, hogy Bencsik úr, Osztia Zoltánról azon kívül, hogy misét celebrálni szeretne, vagy celebrált is Horthy Miklósért, még ugyan mit tud elmondani? Hát egy nagyon jeles, én nem vagyok ennyire ismerős az egyháznak, de egy ismert jeles személyiség. Van olyan jeles, mondjuk, mint Bár Miklós? Mert mondjuk például mondjuk az ő tevékenysége, mintha picit többet tenne hozzá a szenvedők enyhítésén. A szenvedők szenvedésének enyhítésért. Tehát mintha ezen az elsődleges feladata a katolikus anyaszentegyháznak, amelyben én maximálisan elismerem azt, hogy ebben katolikus egyháznak nagyon sok feladata van. Igazad van, de nem erről beszélünk. A katolikus egyház szentségeket szolgáltat ki, esket, temet, keresztel, szolidáris, misét mond, és szolidáris. Igen, szolidáris. Nem a végén van a szolidaritás, hanem az elején. Nem, ezek mind a katolikus egyház dolgai. Abban nem menjünk bele, hogy a katolikus egyháznak, ha egyszer is ezt csinálja, azzal megtagadja a többit. Nem. Sok mindent. Én például reggelizem, vacsorázom, olvasok, írok. Nem azért teszem egyiket vagy másikat, mert ez a legfőbb prioritás, hanem ez mind hozzátartozik az életemhez. A katolikus egyház életéhez hozzátartozik, bekopognak a plébánoshoz emberek, hogy jeles és bűnös emberek lelki üdvéért misét szeretnének mondani, és azt mondja a plébános, igen, kérem, nálunk ez gyakorlat le. Akkor viszont hadd vessek közben annyit, hogyha ez egy gyakorlat, meg hogyha a plébánoshoz be lehet kopogtatni, és azt lehet mondani, hogy szeretnék egy misét tartani. Minden esetben ott van az országgyűlés egyik jeles személyisége, mint ott egy volt szimbóluma. Hát Lezsák Sándor ment volna. Úgy volt, hogy meg. Ott van, egy volt miniszterelnök minden esetben, mint Boros Péter ott lett volna, ha lett volna mise. Tehát, hogy azáltal nem emeltetik-e föl szinte hivatalos szintre ez az emlékmise, egyfajta kormányzati megrendelésé, hogy ott van a kormánypárt két prominense, közülük az egyik a parlament alelnöke. Ez a temetés óta hagyomány, hiszen a temetésen is ott volt Boros Péter, én szerintem kontinuus, hogy ott legyen ezen is. Mennyivel boldogabbak voltak a háború előtti elődeink, akik Kossuth és Széchenyi közötti vitában birkoztak a múlt birtokba vételéért.
ma is van a múlt birtokba vételéért folytatott vita, néha nagyon rossz ízű, néha mellékvágányra fut, néha nagyon értékes és hasznos. Horthy Miklós az egyik kitüntetett személyisége a múlt birtokba vételéért folytatott harcnak. De most nem válaszolsz arra, amit felvetettem. De azt gondolom, tehát, hogy az országgyűlés alelnöke, az vajon hivatalossá teszi ezt a fajta vitát? Ez nem hivatalossá tétel. De arról van szó, hogy Lezsák Sándor úgy gondolja, hogy Horthy Miklós lelki üdvéért mondandó misénő, neki van mondani valója. Idézhetünk egy részletet Lezsák Sándor beszédéből? Ugye a nyilvánosságra került az a beszéd, amit végül nem mondott el, mert nem volt meg a mise, ám ismerjük a szövegét, itt van egy részlet. Horthy Miklós az ország kiszolgáltatott helyzetében a hitleri hadvezetéssel szemben is vette a bátorságot a lengyelországi lengyel és köztük zsidó menekültek befogadásához. A kormányzó vette a bátorságot, hogy Európában egyedül fegyveresen védje meg honfitársainkat, a budapesti zsidóságot, és hogy amíg csak lehetett, ellenálljon a zsaroló Hitler követeléseinek a zsidóság érdekében is. Jó, hát ez hazugság, ugye, van, de van egy történészünk. Fegyveresen védte meg Horthy Miklós a budapesti zsidóságot a németekkel szemben. A csapatokat Budapesthez, hogy a budapesti csendőrség és német alakulatok ne tudjanak mozdulni. Igen, magyar azzal a parancsal rendelt föl katonai csapatokat Budapestre. Hogy a csendőrpuccsot megelőzze. Hogy a deportálást megakadályozza, a budapesti deportálást. Bocsáss meg. Karsai László véleménye szerint ez konkrétan arról szólt ez a csapat mozgás, hogy a, ahogy mondod, a csendőrpuccsot, megijedt a csendőrök nagy létszámától Budapesten, és úgy értesült, hogy csendőrpuccs lesz. Budapesten ezt óhajtotta megakadályozni. Valószínűleg Karsai László sem ült ott Horthy Miklós mellett, hogy mitől kétség ilyet kívül, meg, de ennek a témának azért jelentős szaktekintélye. Jelentős, sok jelentős szaktekintélye. Mitől ilyet meg Horthy, és mitől nem ilyet meg Horthy, azt nem tudom. Azt azonban tudom, hogy de facto megakadályozta a budapesti deportálást. Addig, amíg nem voltál itt, addig én erre már utaltam. Azzal egyébként a címszóval... Egyébként a vidéki zsidóságot teljes egészében sikerült deportálni, tehát azért itt azért ezt tényleg tudjuk hozzá. És bocsánat, ennek az országnak vannak valódi problémái. Ennek az országnak most erről a top 10 legfontosabb problémák között nincs ott Horthy Miklós lelki üdve. Én csak azt szeretném mondani, hogy Lezsák Sándort mikor látták mondjuk egy ételosztáson kiállni a szenvedők enyhítéseinek, a szenvedők enyhítésért. Tehát, hogy ő hova megy el, mit tart prioritásba, hogy elmegyek, a Horthy Miklós lelki üdvéért tartandó misén föl fogok majd szólalni. Az ételosztás az egyik legaljasabb módszer, amikor politikusok kimennek a Blaha-Lujza térre, felsorakoztatják a szerencsétlen embereket, hogy ott meg oda megy. Gábor, hát, oda megy, kérlek. Tudhatod, hogy oda megy, és a mikrofonokat oda tudja. De a krumpli osztás, tejosztás kormánypárti politikusoktól ilyen módon, akkor micsoda? Nem szeretem az ételosztást. A politikai ételosztást jobb oldalon sem szeretem, de az ami a Blaha-Lujza tér ételosztáson, az arcán kap a szemétség. Egyébként ugye egyre kevésbé lehet ételt osztani, mert ugye már az állampárt megtagadja ezt a lehetőséget. De az nem arcátlansági szemétség, hogy egy olyan országban, ahol úgy tudjuk, hogy egyre jobbak a gazdasági eredmények, annyi éhes ember van, hogy sorba lehet őket állítani sarkokon keresztül. Ezt te sem használt, kérlek. Mondom, hát most mondta. Természetesen Párizsban is, Londonban is, New Yorkban is, Washingtonban is sorba állnak. De akkor nem azzal van a baj talán, aki enni ad nekik. Nem, azzal van a baj, aki showműsort csinál ebből, politikai showműsort. Menjen el a hajléktalan szállóra, és csöndben ott osszon értel. Igen. Ne pedig a Blaha-Lujza. De maradjunk abban, hogy van egy téma, amiről beszélünk, és Marci hozott egy példát, és ne arra, hogy Marci, de egyrészt kitérítetted a beszélgetést, egy amúgy szerintem fontos dologról, másrészt pedig nagyon rossz példát hoztál, mert az, amikor politikusok ételosztáson megjelennek, és megjelenik a megfelelő sajtó is, ez valóban az egyik legusztustalanabb dolog. Tehát ne haragudj, de a példád egy nagyon negatív és csúnya jelenségre hívta fel a figyelmet, és nem pozitív értelemben. Mondott Lezsák Sándor egy másik, engedjétek meg, hogy ezt még felhozom, és lehet, hogy arra reagáljak. Hogy Horthy ugye védelmet nyújtott a hazánkba érkező lengyel és zsidó menekültek. Nem tudom, hogy ismeritek-e idősebb Antal Józsefnek azt a levelét, amelyben felhívja az idegenrendészet figyelmét arra, hogy a hazánkban menekült lengyelek között mennyi a zsidó, és ez ellen fel kell lépni.
Tehát ez egy nagyon nagy csúsztatás a Lezsák-féle szövegben, ami én nem tudtam, hogy nem ismertem ezt a beszédrészletet. De Antal József levelét, idősebb Antal József levelét ismerem. Kifejezetten egy balatoni településen megjelent menekültekről van szó, ahol megismétlem, felhívja arra a veszélyre a figyelmet, hogy a lengyelek közé sok zsidó furakodott be, és ezzel nem fel kell lépni. Igen, Piste, csak most nem idősebb... Tudtad ezt? Nem tudtam, de most... De abszolút... Teljesen hihető. Nem olvastam, de beleilleszkedik a kor. Az a kor egy megromlott... De akkor Lezsák... Bocsáss meg, akkor Lezsák Sándor nem mondja azt, hogy hazánk menedéket nyújtott a Lengyelországból hozzánk menekült zsidóknak. Mert Antal József lehet, hogy sőt, idősebb, biztos, hogy idősebb Lengyel József. Antal. Bocsánat, össze-vissza zavartok. Idősebb Antal József, hogy ezt írta. Igen. Ezt én készséggel elhiszem neked. De nem róla folyik ez a vita, hanem Horthy szerepéről, amelyről én minimum annyit mondtam, hogy megosztottak a vélemények. Én csak erről a mondatáról ejtettem. Értem? Egy mondatot, de és azt is, állítom, hogy ez borzalmas. Akkor is el kell ismerni azt a tényt, hogy Horthy bizonyos pontokon akadályozta a zsidók deportálását. És ez szintén történelmi tény. Miután ez volt a jól felfogott érdeke, miután megtörtént a partraszállás, miután megjelentek Magyarország légterében a szövetséges bombázók, ezek után úgy döntött, hogy akkor ő ezt leállítja. Korábban is felszólították őt erre, akkor nem hajlott rá. Ahogy Marci helyesen mondta, addigra már az egész vidéki zsidóság nem létezett az országban. Micsoda? Ezek narratívák, elbeszélések, ahogy Horthy azért döntött, én innen tudom, hogy ő nem azért döntött, mert nem tetszett. De dokumentumok vannak erről. Erre nincsenek dokumentumok, hogy Horthy megijedt, meg ezt gondolta, meg ettől tartott. Erről nincsenek dokumentumok. De Kállai tárgyalt erről, és nyilván a kormányzó úr jóváhagyásával. A Kállai kormány, a Kállai kettős erről szólt? Sok mindenről szólt a Kállai kormány. Nagy... Az egy romlott kor volt, az első zsidó törvény már ő megrontotta Magyarországot. A, nem a numerus claususra ezért gondolok kérdezem, most, jó. Az egy másik ügy, hanem a 39-es, nem bevallom, nem tudom pontosan az évszámot, 38, már az megrontotta a magyar közgondolkodást, és belevitte ezt a hogy kétféle ember van Magyarországon, ez szörnyű. Ezzel együtt... De szabad akkor ezt a kort és vele annak a kornak a vezető személyiségét magasztalni? Nem magasztalás. Szabad felemelni üdvét... ezt a kort és felemelni annak a kornak a vezetőjét? Higgyétek el, múltért való birkózás van. Az nem megy, hogy Horthy fasizmus. Az nem megy, hogy ez mindenki fasiszta volt és nászik. Ez itt most nem hangzott el. Ez így most de velünk nem beszélgess el. Inkább. Nem csak veletek beszélek, próbálom értelmezni azt a folyamatot, ami zajlik. De az akkor a nem Horthytól függetlenül volt romlott, ahogy te előbb ezt nem tőle függetlenül. Én sőt, egyébként vele azt gondolom, vált azzá. Én azt gondolom, hogy ő ebben viszonylag kevés személyes szerepet. Az mit elég sodródott, van, hiszen ő volt Magyarország kormányzója 24 éven keresztül. Igazából... Na, ugye gondolsz, hogy úgy mondod, mintha a legtöbb magyar vezető az utóbbi évszázadokban nem bizonyos külföldi hatás zsarolására hát lett volna kényszerű cselekményeket hát, végrehajtani. De, és ezzel Horthy nem volt egyedül. De azt gondolom, hogy sokkal nagyobb mozgástere volt a bizonyos korszakaiban az ő uralkodásának, ha ezt uralkodásnak szabad nevezni, de valóban nekem nem dolgom ez. Ezt rábízom a történészekre. De vajon miért nem teszi ezt az a Lezsák Sándor, vagy az a Boros Péter, aki nem a misére megy beszédet mondani, hisz ott ő nem mondhat beszédet, hanem egy emlékünnepségen mond beszédet. És én mindig ugyanarra térek vissza. Ez a két ember, ez szimbóluma a rendszerváltás utáni politikának. Meg a jelenkornak is, tehát ez nem egy múltbeli történet, ez egy jelenkori történet. Tehát ne tegyük úgy, hogy ez egy reprezentatív politikai esemény lenne. Ez egy reprezentatív politikai esemény, ez nem egy lelki gyakorlat lett volna ott a hívek bevonásával. Egyébként, ha az lett volna, akkor nyilván rájuk van hagyva, mindenki úgy számára lelkiismeretével, hogy akar. Ez egy politikai esemény volt. És hogy mi a csúnya jelenség? Szerintem nem az a csúnya jelenség egyébként, sajnos, az valóban egy csúnya jelenség, hogy vannak Magyarországon éhező emberek, akiknek egyébként konkrétan az utcán kell állniuk ahhoz, hogy ételt kaphassanak. Hát ez demagógia. Hát sajnos.
sajnálom, hogy én demagógiának tartja, ezek ugyanaz azok az emberéletek, amikről azt mondja, hogy narratíva a Horthy Miklós megítélése kapcsán. Nem. Ezek konkrét emberéletek, ezek konkrét emberi szenvedések, és amikor arról beszélünk, hogy emlékezett politikai viaskodás zajlik még mindig ebben az országban, egy olyan embernek a megítélése kapcsán, akiről azért alapvetően mégiscsak azt lehet mondani, hogy egyrészt nem volt demokrata, másrészt az egyenlőségnek az ellensége volt, harmadrészt egyébként a különböző társadalmi csoportok kárára egészen drasztikus elnyomó politikát és megsemmisítő politikát folytatott. Tehát ebben mindenképpen egyetértünk, akkor miért kell egyáltalán vitatkozni arról, hogy most azért a megítélésében lehet esetleg jó dolgokat is felsorolni, hogyha tényleg azt beszélünk, hát, hogy azért az az Adolf Hitler nevű ember is azért olyan szépen tudta húzni azt a vonalat a festővászon, és azért nem kéne teljességgel leírni az ő személyiséget. Tehát szerintem nem arról kéne vitatkozni 2018-ban, hogy Horthy Miklós az kárára volt a magyar népnek, avagy javított-e rajta, mert nyilvánvaló, hogy a kárára volt alapvetően a magyar népnek, hanem azt kéne megnézni, hogy ezeket a károkat, amiket még ma is nyúl a magyar nép, mert ma is még egy elképesztően egyenlőtlen társadalom van, ahol milliók alapvető szükségletét nem tudják kielégíteni. Marci, jól értem, hogy ezen hogyan lehetne javítani, hogy mert ez a kérdés. Tehát az, hogy 2018-ban, és szerintem az asztal körül ülő öt emberű, nem tudom, Gábor, téged nem kérdeztelek erről meg, de szerintem nem vitatjuk azt, hogy van Magyarországon nyomor, van mély szegénység, létező dolog. De szerinted, ha jól veszem ki a szavaidból, ezt is Horthy Miklósnak köszönhetjük. Ilyet én nem mondtam, én azt mondtam, hogy ezek a problémák Horthy Miklósnak. Ha nagyon akarod, volt úgy érthető, mert egy olyan tagmondatba foglaltad, de nem erre gondol nyilvánvalóan, tehát hát szerintem ne fordulj. Én azt mondtam, hogy Horthy Miklós semmit nem tette azért a nyomor, annak a nyomornak az akkori felszámolását, sőt, nehezítette az akkori életkörülményét millióknak, és ezek az életkörülmények bizony ma is megvannak a magyar társadalomban, és bizonyos értelemben bizony ezek ma is konkrét politikusokhoz köthetőek, hogy miért alakulnak így, ahogy alakulnak. Tehát, hogy igen, erről kéne végre beszélni, és nem arról, hogy lehet egyébként szentmisét mondatni a Horthy Miklós elképzelésnek. Jó, beszéljünk erről egy pici szünet után. Jó, csak egy mondat még, egy mondat. Hogy elfelejtkezel arról a 40 évről, ami kommunizmus volt, és hogy esetleg annak is köszönhető, hogy még nem hevertük ki a nyomort. Marci, nem erről elfelejtkezünk? Nem felejtkeztem. Akkor miért nem említem? Ez volt az egy mondat, mindjárt folytatjuk.